Felújított közút és kerékpárút szakaszokat adtak át Tolna vármegyében. Az útfelújítások tartalmazzák a burkolat megerősítését és szőnyegezését, továbbá a patkák, vízelvezetők és növények gondozását is. Az első projektelem a északon a 6-os és 56-os csomópontnál a kemping előtti direkt ágnak az újra aszfaltozása, a Szekszárd-Őcsény összekötő út Mátyás Király utcától a Húsipari így tartó szakasznak az újraaszfaltozása, illetve a Tejiparttól az M6-osig tartó szakasz újraaszfaltozása, illetve az útfelújításoknál a Kesejüsi út az M6-ostól teljesen 1,7 km hosszan a Gemenci erdőig történő útnak a felújítása. Bece Szabolcs Ferenc hozzátette, új nyomvonalon elkészült a Tejiparttól az M6-os autópályáig tartó kerékpárút szakasz, illetve a Kesejüsi út melletti kerékpárút is, összesen 8,8 km hosszúságban. Az igazgató kiemelte, a kulturált, balesetmentes közlekedés minden szinten fontos, ezért voltak szükségszerűek a felújítások. A Szekszárnak nagy problémája volt a kiránduló közönség kerékpárosok számára, hogy olyan úton kellett biciklizni, ahol nagy gályjárművek, nagy teherjárművek, illetve rossz burkolaton mentek, és ennek én azt gondolom, hogy nagyon időszerű volt, de régóta időszerű volt, hogy a Kesési út mellett egy önálló kerékpárút épüljön meg, ahol mind a gyalogosok, a sportolni vágyók vagy a szabadidőt eltöltő kerékpárosok balesetmentesen tudjanak közlekedni. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere elmondta, a Kesejüsi út felújítása időszerű volt. Hozzátette, a kerékpárutak egyben egy nagyobb, komolyabb projekt részét is képezik. Gyakorlatilag a Tarcsai utcával összekötve elhaladnánk a vasútállomás előtt, ki a meglévő kerékpárútra csatlakoznánk a Palánki körforgalomnál, és készül a Tolnáról Szekszárdra érkező kerékpárút, és azt tudjuk, hogy Tolna Domborival már össze van kötve, akkor lenne itt egy nagy kör ennek a kerékpárútnak az igénybe vagy használatba vételével, akkor itt el lehetne jutni Tolnára, és akkor ki a Nagy Dunára, és a Nagy Dunáról pedig ide vissza. A projekt csomag összköltsége 4 milliárd 30 millió forint.